A Nyírségvízi LT központi épülete előtt állunk, ahol Szabó Istváné vezérigazgató a rendkívüli helyzetben tett intézkedéseikről és a fogyasztók feladatairól a tájékoztatás. Én azzal kezdeném, hogy most ebben a helyzetben, a veszélyhelyzetben mindenkinek, akinek eddig nem volt világos, annak is világossá válik, hogy milyen rendkívül fontos az egészséges, biztonságos ivóvízellátás, de hozzáteszem, hogy nem kevésbé a szennyvízelvezetés tisztítás is. Hiszen a járványveszélynek egyik fontos védekezési eszköze a gyakori kézmosás, ahhoz pedig folyóvíz kell. Megnyugtathatok mindenkit, közegészségügyi tájékoztatást kaptunk, hogy az ivóvízzel a vírus nem terjed. A klór, fertőtlenítőszer meg különösen nagy ellensége ennek a vírusnak, de amint ismert már a különböző fertőtlenítők, kézmosók, de a sima szappan is elégséges. Ezt ajánljuk természetesen a felhasználóknak is, és a saját munkatársainknak is, hiszen nekünk szintén nagyon fontos, hogy a munkatársaink egészsége az rendben legyen, és ezt a nagyon fontos közszolgáltatást folyamatosan tudják végezni, hiszen mi nem állhatunk le. Emiatt azokat a tevékenységeket, amelyeknél a lakossággal, felhasználókkal személyes kontaktusba kerülnénk, fokozatosan felfüggesztjük. Ezt már tapasztalhatták a felhasználók, hiszen felfüggesztettük a személyes ügyfélszolgálatot Nyíregyházán, Kisvárdán és Mártészalkán is, ahol vannak irodáink. A következő lépés a vízmérő leolvasás felfüggesztése. Szerencsére ebbe a hónapban Nyíregyházán már befejeztük, a felhasználók nagy része pedig már távleolvasható mérővel van felszerelve a lakásokba, ez megoldott. A aknás vízmérők leolvasását is befejezzük, és a jövő hónaptól átlagszámlázni fogunk. Ilyen még a vízmérőcsere is, ami tulajdonképpen halasztható, mert minden mérő, aminek ez évben lejár a hitelesítése, az december 31-én következik be, és reméljük, hogy a második fél évben folytathatók a munkák. A bekötővezetékcsere szintén érinti a lakosságot, ez is olyan, ami felfüggesztés alá megy, és természetesen olyan munkákat, ami nem a ivóvíztermelés, hibaelhárítás, szennyvíz, hibaelhárítás, szennyvíz tisztítás, azokat mind-mind fokozatosan szüneteltetni fogjuk. Arról egy mondatot szólhatunk a lakosság megnyugtatására, hogy rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű egészséges ivóvíz Nyíregyházán és a térségében. Természetesen mindenkit megnyugtathatunk. A kapacitásaink jóval nagyobbak, mint az igény, tehát ha több lesz az igény, akkor is ki tudunk elégíteni bármennyit, hiszen a Nyíregyházát ellátó víztermelő művek egyenként 20 000 köbméter kapacitással rendelkeznek.